azon a szakaszon mozoghattok, ahol most végig sétáltunk a 18-as táblától, másrészt pedig itt ezen a szakaszon sétálhattok egészen odáig a faházig. A faháznál tovább legyen szíves, senki ne sétáljon. Mindjárt ki fogom osztani a feladatlapokat, a kis táblákat kell átnézni, elolvasni hozzá. Amit nyomatékosan kérnék a szemetelés elhagyásán túl, hogy a tóba senki semmit ne dobjon be. Se követ, se padarabot, tilos a tóba dobni. Ne háborgassuk a terület élő világát, ez nagyon fontos lenne még. Kiosztom a feladatlapokat, minden csoport, a csoporttagok nevét írja fel, és utána lehet dolgozni. Az utolsó felhívás. Után. A műúton közlekedni, átmenni. Csak ezen a részen szabad, ahol átjöttünk, ahol ott állnak a tanáraitok. Máshol szigorúan tilos. A műúton nem mehetsz át, a tanár azt látja itt. Máshol nem, légy szíves. Szeretném, hogyha a csoportokba rendeződnék, és osztanám a csoportokként a lapokat. Lányok, mit kerestek, mit böngésztek? Az első kérdés. Mi az első kérdés? Ez egy folyamat, amikor a növények egy területet hódítanak meg sorrend. És ezt ezen a táblán ki nem megtalálnotok? Nem biztos. Nem biztos, csak itt is keresitek. A lányokat megállítottam itt, mert úgy láttam, hogy a papírjukon már van megoldás, megfejtés. Mit találtatok? Hát az, mire mi volt a válasz? Az egyes kérdés, ez egy folyamat, amikor a növények egy területet hódítanak meg sorrendben, ez a szukceszió. Egy idegen szót kellett, tehát megtalálnatok valamit. Igen. Táblán, igen. És ezt hol találtátok egyébként? Ez melyik táblán? Vagy nem. A túloldalon. Többiek ezt épp ezt keresték, és ők ott keresték a túloldalán, az erdőben, igen. Mert még volt a 14-es, ami 28 darab, ilyen hely van Budapesten, az értékek természetes körülmények közt fordulnak elő, és ide azt tudjuk, hogy természetvédelmi terület. Köszönöm szépen, ügyesen vagytok. További jó munkát! Ismét terepen dolgozunk. A Diadaluti Általános Iskola 5. év folyamát hoztuk ki a naplástóhoz és a tó körül lévő természetvédelmi területhez. A gyerekek csoportokban tanulmányozzák azokat a táblákat, amelyet a tanösvényen helyeztek ki, és ehhez kapcsolódóan oldanak meg szövegértési feladatot, és töltenek ki egy keresztrejtvényt. Nagyon bízunk benne, hogy ezáltal a gyerekek élményt fognak nyerni, élményekkel gazdagodnak majd, amely kinyitja a szemüket a környezetvédelemmel kapcsolatban. 5. B osztály lányai futottak tanár úrhoz, és jelezték, hogy ők megcsinálták teljes a keresztrejtvényük. Hát tanár úr segít, és a lányok segítenek minket abban, hogy
belelássunk abba, hogy mi is volt a feladat, és mik a válaszok. Néhány megfejtést szeretnék tőletek kérni. Az egyik kérdés az az volt, hogy melyik patak vize duzzasztotta fel a naplástavat. Erre mit találtatok? Kérnék szépen egy választ valakitől. Szilaspatak. Puskázhatok. Nyugodtan lehet nézni. A szilaspatak duzzasztotta fel, nagyon jó. Köszönöm szépen. Azt is meg lehetett nézni a kis táblákon, hogy van egy olyan teknősfaj, amely őshonos Magyarországon, és megtalálható naplástóban is. Mocsári az melyik faj? Teknős. A mocsári teknős. Nagyon jó válasz. Köszönöm szépen. Lehet látni, hogy a tónál direkt figyeltek arra a szakemberek, hogy sose tudjon kiáradni. Milyen megoldást választottak arra, hogy ez az áradás ne történjen meg? Mit építettek a tóba, a tó mellé? Túlfolyót építettek. Túlfolyót építettek, nagyon jó. Ez vezeti el a tónak a vizét, akkor, hogyha esetleg megáradnak. Köszönöm bátran szépen. Lányok, olyan okosak vagyok. Ügyesek vagytok nagyon. Mert hogy az egyik nagy probléma az, hogyha túl sok eső esik május-június hónapban. Hogy hívjuk ezt a jelenséget, amikor nagyon sok víz hullik le hirtelen ebben az időszakban? Zöldárvíz. Ez lesz a zöldárvíz, nagyon jó, köszönöm szépen. Nem tudom, tudjátok-e, de a jeges sár szokott még nagy problémákat jelenteni, de ez elsősorban a Dunán, és elsősorban február és március hónapban. A tó élővilágán kívül megnéztük a cinkotai kiserdő élővilágát is, és néhány kérdést innen is feltettem. Kíváncsi vagyok, hogy milyen válaszokat találtatok. Kerestünk egy olyan madárfajt, amely előszeretettel nevelteti fel más madarakkal a fiókáit. Egy fészekbe beköltöző madárról van szó. Ez a kakukk lesz, nagyon jó válasz, köszönöm szépen. És két nagyon fontos fogalomra hívták még fel a figyelmünket a táblák. Az egyik az az, hogy hogy hívjuk azt a tárgyat, ahol a madarak költhetnek, ahova a madarak beköltözhetnek. Ezt hívjuk odunak, nagyon jó. És még egy másik tárgyunk van, ami a madarakkal kapcsolatos. Szeretném, hogyha befejeznétek a mondatomat. Melyik az a másik tárgy? Az az etető. Az mire szolgál az etető? Hát, hogy oda télen be tudunk rakni ennivalót a madarak. Nagyon jó. Tehát ez élelem forrásként tudunk szolgálni. Ott a madarak oda nem költöznek be. És nagyon fontos szabályra hívták fel a figyelmünket, az oduba viszont nem teszünk élelmet. Az lakhelyül szolgál, a kettőt elválasztjuk, külön választjuk. Köszönöm szépen a válaszaitokat, és akkor én ezt most el is kértem. Az időben második helyezett csapat ül most velünk szembe, és azt szeretném megkérdezni a csapat tagjaitól, hogy mit gondoltak a mai napról, hogyan éreztétek magatokat. Kérlek, mondjatok egy mondatot az élményeitekről. Hát nekem azt tetszett a legjobban, hogy egy kicsit kiruccantunk, és nem a suli volt, amintünk. Nekem nagyon tetszett az, hogy olyan volt ez, mint egy nyomozás. Hát nekem azt tetszett, hogy szép a tó. Nekem azt tetszett, hogy a vadkacsák szabadon úszkáltak a vízen. Hát én meg nem voltam itt igazából, és ez egy nagyon szép hely. Azonban egy kicsit sok a szemét, úgyhogy ne szemeteljetek, mert az csúnya dolog. A lánycsapatok után itt van egy fiúcsapat, az ötödikás fiúcsapat, és őket arról szeretném megkérdezni, hogy mi volt ebben a mai feladatban a nehézséget okozó elem? Volt nagyon sok nehéz kérdés. Köztük volt egy olyan kérdés, amikor egy latin neveket kellett, egy latin nevű virágot kellett megkeresni. Igen? Meg nagyon is nehéz volt, hogy az összes táblát megnézzük, elolvassuk, és kielemezzük, hogy mi az a fontos információ, amit le kell érni. Köszönjük a kerületi rendőrkapitányságnak, hogy a programhoz a kifelé tartó és a befelé tartó sétát biztosította, így biztonságban jöhettek a gyerekek ide a tavi terep gyakorlatra. Most gyülekezik a csapat, és elindulunk vissza az iskolába.